Szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról, többek között az óceánról, túlról résztvevőket is. Én Csonke Erzsébet vagyok, Rákóczi falváról érkeztem, a PPH egyik 9-es színű vezetője. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy a PPH vezetői közül ma én lehetek a házigazda. Nagyon örülök, hogy megtiszteltek minket jelenlétükkel. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára. Sőt, nálunk mindenki tegezi egymást, kortól, nemtől függetlenül. A PPH előtti foglalkozásom természetgyógyászat volt, mára viszont a PPH tanulói csapatszervezés a fő tevékenységem. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkócs és boldogságspecialista, szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Mesterünk 37 éve foglalkozik emberekkel, 33 éve van saját szervezésű csapata, 31 éve hozta létre a PPH közösséget. Nagyon érdemes odafigyelni, főleg arra a tanításaira, amit a jövővel kapcsolatban mond. Ugyanis azok mindig úgy szoktak bekövetkezni. Az előadónk egy olyan mester, akinek a tudása, a képességei és a tapasztalatai olyan páratlan kombinációban léteznek, ami egyedülállóvá teszi a bolygónkon. Ha megnézzük, hogy miben egyedülálló még a mi mesterünk, arra jutunk, hogy az egyetlen személy, akinek a vezetésével 4 különböző területen ért el egy szervezett piacvezető pozíciót, úgy, hogy azokból 2 teljesen ellentétes indítatású tevékenység. Mesterünk az egyetlen tanító a Földön, aki az emberek javára egy kalap alá tudta hozni az anyagot és a szellemiséget. Élő emberként ő az, aki az élet és emberismeret, továbbá a mindennapokban használható tudás terén a legtöbb információ átadására képes ma a bolygónkon. Egyedülállóan közvetlen égi forrásból tanítja az embereket. Neki van a legrészletesebb információja, a bolygószinten legkésőbb 2035-re létrejövő, elnyomásmentes szeretett korszakról, az aranykorról. Mesterünk életküldetése az emberek lelki fejlődésének olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni azért, hogy bekerülhessenek a szeretett korba, az aranykorba. Szeretném megkérni, hogy jöjjön és tartsa meg a mai képzésünket mesterünk, szervezetünk alapítója és vezetője, Szedlacsik Miklós mesterkócs. Sok szeretettel köszöntök mindenkit! Mit szóltok ez a jelenlegi világunkhoz? Tehát jó felé tart? Nem. Hát ilyen 10-20 évvel ezelőtt beszéltem arról, hogy gondoljátok végig, volt 2 világháború. És ez a 2 világháború honnan indult el? Európából, nem? A 2 világháborúban vajon mennyien haltak meg? Hát több 10 millióan, nem? Tehát több 10 millióan haltak meg. Akkor ugye kérdezném tovább. Szerintetek azok annak révén, hogy Európából, tehát hogyha megnézed a gyarmatosítást, az honnan indult el? Európából, nem? Jó, mi abban nem vettünk részt a gyarmatosításba, de egy csomó nyugat-európai ország részt vett a gyarmatosításba, nem? Na most szerintetek a gyarmatosítás során mennyien haltak meg azok, akiket megöltek a gyarmatosítók? Tehát ott is több 10 millióról beszélhetünk, nem? Tehát mondhatjuk azt, hogy az európai ember az elmúlt pár évszázadban több mint 100 millió embert ölt meg. Nem? Jócskán több mint 100 millió. Hát azért mondom, hogy akár azt is mondhatjuk, hogy pár 100 milliót megöltek. Hát nem csak ugye Amerikában, hanem szerte a világban. Hát ugye
Indiába is gyarmatosítottak meg, Ausztráliába is gyarmatosítottak meg, stb. Stb. Tehát nem csak Amerikába. Na most. De azt mondanád mai emberként, hogy mi közünk hozzá. Hát nem mi csináltuk, hanem a szüleink, a szüleinknek a szüleje, a szüleink szüleinek a szüleinek a szüleje, az őseink csinálták. És megkérdezném, hogy vajon a fehér ember ezt jóvá tette már? Ezt a több százmillió ember kiirtását a Földön. Nem tette jóvá? És miért gondoljuk azt, hogy annak nincs következménye? Tehát erről már 20-10 évvel ezelőtt beszéltem, hogy a fehér ember Európában úgy meg fog, nem csak fehér, nem csak Európában, szerte a világban, úgy meg fogja szívni, mint a boci. Mert azt, tehát mondok példát, ha te ebben az életedben elkövetsz olyan dolgokat, ami etikátlan, akkor a következő, és ebben az életedben nem hozott helyre, akkor a következő életedben fog szívni, mint a boci. Azt gondolod, hogy a népnek nincs karmája? Tehát, hogyha egy ember elkövet ebben az életében, és azt, amit elkövetett, nem hozza helyre, akkor a következő életében szív, mint a boci. Ezt úgy hívják, hogy karma. Oké? Tehát a következő életében azért szív, mint a boci, mert megkapja azt, hogy hozza helyre. És megkapja azt, hogy élje át, amit okozott. De világos voltam. Mondom, élje át, amit okozott. Tehát ha mondjuk meggyilkolt embereket, akkor élj át, hogy őt meggyilkolják, hogy az milyen érzés. Világos voltam? De bármit, ha elkövetsz ebben az életedben, és nem javított ki, akkor a következő életedben át fogod élni azt, amit ebben az életedben okoztál másnak. Érted? Na most, miért gondolják az emberek, hogyha az embernek van ilyen karmája, akkor egy népnek nincs? Egy népnek ugyanúgy van karmája. Ami azt jelenti, hogy egyes népek jobban meg fogják szívni, más népek itt Európában kevésbé. De nem számít az, hogy kiköltöztek mondjuk Ausztráliába a fehérek, vagy Új-Zélandra, vagy bárhova máshova, vagy Amerikába. Ha az őseink itt okoztak problémát, akkor a más nem úgy élik meg, mint család. Tehát ezen a bolygón nincs semmi, és nem is volt következmények nélkül. És előbb-utóbb eljön az ideje annak, hogy amit elkövetett az ember, az azért fizessen. Érted? És most a legjobban a bolygón a fehér emberek, főleg Európában, fognak szívni, és már ez elkezdődött. Tehát olyan szintű lesz az elszegényítés, érted? Direkt azért, hogy megéljék, tehát azért kellett magas életszínvonalat elérni azoknak az államokban élőknek, akik a gyarmatosítást véghez vitték, meg a háborúkat létrehozták. Azért kellett magas életszínvonalat elérni, hogy ha valaki magas életszínvonalat megél, onnan lezuhanni egy, tehát mit tudom én mondjuk, mondok példát, jó forintba számolva. Mondjuk egy családban keresnek mondjuk 2 millió forintot. Nyugaton mondjuk azt, hogy ez kb. Átlagkereset. Vagy egy jó átlagkereset. Tehát átlag feletti egy picivel, de mondjuk egy jó kereset. Tehát 2 milliót keresnek. Ha az a család leesik mondjuk az életszínvonala, mondjuk 600 ezer, vagy legyen mondjuk 800 ezerre,
az sokkal nagyobb szívás lesz az ő részükről, mintha mitől én itt egy magyar család keres 2 milliót, és leesik 800 000-re. Érted? Vagy keres 1 milliót, és leesik 800 000-re. Érted? Tehát egy ember, ha hozzá, én ezt megtapasztaltam, hiszen emberekkel, csapattal foglalkozok 93 óta. 93 óta megtapasztaltam azt, hogy kerestek emberek nagyon sokat, és visszaestek arra a szintre, ahonnan elindultak, arra a szintre estek vissza. És sokkal rosszabb körülmények közé kerültek, mint előtte volt. Tudod miért? Mert az ember hozzáalakítja az életét az életszínvonalához. És ha minél magasabb az életszínvonal, onnan visszaesni egy általános szintre, az sokkal nagyobb szívás, mintha egy picivel jobban élt annál, ami az általános szint. Tehát a nyugati állampolgárok, beleértve az USA-t is, mert ugye az USA-ban elsősorban fehérek élnek, másodszorban feketék, de itt a fehérekről szól a történet. Szóval, az ő anyagi visszaesésük, az ő számukra, mint család, tudod mi lesz? Katasztrófa. Hála Istennek, mert megérdemli. Tudod? De azt mondanád, hogyha engem hallgatsz, mert most lehet, hogy elzártad a díjmentest. Könnyedén. De akik esetleg nem zárták el, annak azért mondom, hogy megérdemlik, mert ugye azt mondanád, hogy hát mi közöm hozzá? Nem én csináltam, hanem a szüleim. Hát de abban a családban születtél, ami nem véletlenül születtél abban a családban. Annak a családnak meg van egy karmája. Tehát például mondok példát. Ha átment valaki Amerikába és gyilkolta az indiánokat, és most kinnél Amerikába, annak a gyilkolásnak ott van a karmája a családban. És honnan tudod, hogy most mondom az amerikaiaknak, honnan tudod azt, hogy ha mondjuk a szüleid gyilkolták a családba, akkor nem a szüleid, mondjuk a dédszüleid, vagy ükszüleid, akkor a lelked az éppen nem az ükszülőd lelke. Honnan tudod? Csak azért, hogy visszakapd. Tehát, ugye miért örülök én ennek? Tudod miért? Azért, mert az ember úgy működik, hogy ha katasztrófa van a családjában, tehát katasztrófaként élnek meg dolgokat, akkor abban az időszakban, amikor a katasztrófát megéli, akkor két választása van. Vagy földobja a talpát, azt választja, vagy jobb útra tér. Annál, mint ahol volt. És ha azt gondolod, hogy hát te jó úton vagy, jó, akkor megkérdezném, hogy jó úton vagy. Jó. Ha azt mondod, hogy jó úton vagy, oké, akkor kérdezném, akkor mondjuk először ezt kérdezném, ha már itt volt, hogy ezzel haladsz-e? Elmondhatod, hogy nem, nem haladsz. Ha nem haladsz, akkor nem jó úton vagy. Miért? Mert ezért születtél. Ilyen egyszerű. Nem másért. Azért születtél, hogy itt menjél fölfele. Oké? Ha nem tudod, hogy kell fölmenni, nézd meg egy régi előadásomat. Jó, nézzük tovább. Akkor kérdezi másik kérdés. Ezeken a területeken mindegyiken jól működsz? Nem, ez a válasz. Tudti, hogy ez a válasz. Mind a kettőre mindenkinek nem volt a válasza, aki nem tanul itt. És onnantól kezdve azért is születtél, hogy ezen jól működj. Basszus kulcs. Na most, onnantól kezdve két dolog van, amiért születtél, egyiket se jól csinálod. Ó, de te egy fantasztikus ember vagy. Oké?
meg azt mondom, hogy messze állsz tőle. Nagyon messze állsz tőle. És akkor megkérdezném, hogy hol fogod ezeket megtanulni, ezt meg amit az előbb mutattam. Hogy azokon tudjál haladni. Ezen, hogy ezeket jól bánt, és itt például azt, hogy haladj fölfele. Nem itt kell lenni, te meg itt vagy. Tehát mondom azoknak, akik nem tanulnak itt, mert akik legalább itt tanulnak, azok már a hármason itt vannak, ha járnak, illetve kommunikálnak rendszeresen a PPA-ban lévőkkel. PPA azt jelenti, hogy Problem Prevention Holding. Oké? Szóval, honnan veszem ezeket a dolgokat? Attól, hogy te nem tudsz dolgokat, képzeld el, én tudok. Ez a különbség köztünk. Oké, méghozzá egy jelentős különbség. Hogy tudom azt, hogy mi várható, mi lesz. Azt, hogy a fehérek meg fognak szívni, mikor hallottad ezt? 2013. 13-ban hallotta, mert akkor jött. 2013-ban. Érted? De a Irmuskát megkérdezném, aki itt van 20, 30 éve lassan, 29, érted, elmondaná, hogy már 20 évvel ezelőtt is beszéltem erről. Hogy a fehér ember meg fogja szívni. Hát ezért kellett megemelni az életszínvonalukat az embereknek. Hogy utána nagyon nagy mértékben tudjon visszaesni. Érted? Hát most gondold végig, élhetnéte úgy, mint ahogy Ázsiában élnek az emberek. Hát csak neked sokkal magasabb az életszínvonal. Még magyarként is sokkal magasabb. Ami azt jelenti, hogy minél magasabb valakinek az életszínvonala, annál rosszabbul fog esni, hogy visszaesik. Oké? Tehát azoknak, akiknek alacsony az életszínvonaluk, kisebbet fognak visszaesni, mint a minél magasabb életszínvonalú. És itt miről szól a történet? Arról, hogy a középréteg el fog tűnni. Oké? Két réteg lesz. Lesznek a jómódúak, meg lesznek a szegények. Érted? És ha te azt gondolod, hogy ó, hát a te vállalkozásod, a te üzleted, az működni fog akkor is. Aha, csak azért végig gondolni, végig kellene gondolni. Hogyha az embereknek nem lesz pénze vásárolni, akkor le kell vinni az árakat. Ha leviszik az árakat, akkor neked jóval kevesebb lesz a hasznod. Érted? Miért kell levinni az árakat? Mert nem fogják tudni megvenni. Tehát nem fogsz tudni 50-100%, meg 200%-os haszonnal, meg 300%-os haszonnal működni. Érted? Hanem majd megelégszel az 5%-os haszonnal. Oké? Tehát érdekes világunk lesz. Az a legjobb technológia, mint amit most csináltak az emberek itt a legelején, akiknek nem tetszett azt, amit mondtam, hogy kikapcsolták. Tudod, ez a struc politika. A legjobb technológia, érted, hogy nem veszek fel egy figyelembe semmit, homokba dugom a fejemet, de attól, ez tudod, mit jelent? Az az, hogy nem tudsz felkészülni arra, ami lesz. Mert bedugod a homokba a fejedet, mint a struc. Mit érdekel, hogy mi van a környezetedben? Érted? Nem ez a megoldás. Tehát az embernek a jövőre fel kell készülni. És most gondold végig, hogy itt vagyunk mi magyarok. Nem tudsz mondani olyan családot, aki nem harcolt a második meg az első világháborúba. Nem tudsz mondani. Magyarul az őseid ott harcoltak. Lehet, hogy több is, nem is egy. És mivel háború volt, gyilkoltak.
És annak a karmája végigjött a családban. Jó, akkor kérdezném, hogy hány ember tanítottál már arra, hogy etikus legyen az életében? Én sokat? Te mennyit? Mondod végig. Ami azt jelenti, hogy az ember, ha hoz egy karmát, már pedig mindenki hoz karmát. Világos ez? Olyan ember nincs, aki nem hoz. Ha hoz egy karmát, onnantól kezdve, mivel lehet jóvá tenni azt a karmát? Ellentéttel. Érted? Ellentéttel. Tehát a gyilkosság az a főbűn, még akkor is, ha háborúznak. Akkor is gyilkosság. Oké? Ő nem önvédelemből öl, ő parancsból öl. Akkor is gyilkosság. Ja, hogy akkor a, ha nem, az nem gyilkosság, akkor a bérgyilkosokat felmentjük? Mivel különb egy háborúban gyilkoló egy bérgyilkostól? Mivel különb? Gondold végig, semmivel. Mind a kettő parancsra gyilkol. Sőt, a háborúzó az rosszabb, mert az sokkal több embert öl meg, mint egy bérgyilkos. Gondold végig. Most onnantól kezdve az embernek a családi karmáját nem kéne rendbe rakni? Azért vagyunk itt, hova lett az egerem? Mindjárt visszajön. Jó, vissza. Azért vagyunk itt, ebben az életben, hogy, mint mondtam, fejlődjünk. Minden ember ezért van itt. De az, hogy fejlődhessünk, azt tennünk kell a dolgunkat. Az nem elég, hogy elkezdesz etikusabban működni, mert itt tanulsz. És hány ember a világban nem etikusan működik? Gondold végig. És fogalmuk nincs, hogy miért szívnak az életükben. Fogalmuk nincs, hogy miért kell nekik állandóan inkarnálódni. És minden életükben szívni, mint a bocilak. Érted? Fogalmuk nincs. Ja, hát mert vannak egyesek, akik nem hisznek ilyen dolgokban. És az is egy srucz politika, gondold végig, hogy az ember elzárkózik az ilyen információ elől. Puff, fogja és homokba dugja a fejét. De attól nem lesz neki jobb az élete. Az információ, tehát az igaz információ, az egy érték. Érted? Az igazságok, ha befogadjuk az igazságokat, az egy érték. Érted? Tehát itt vagyunk mi, emberek, és nem az a megoldás, hogy homokba dugjuk a fejünket. Én tudom, hogy az a legkönnyebb megoldás. Mert nem kell csinálni semmit. Tehát azt kellene megérteni, hogy nem a 20. században élünk. A 21. század azt a célt szolgálja, hogy ami bűnt elkövettünk az elmúlt évszázadokban, azt most kijavítsuk. Vagy bűnhődjünk. Tehát vagy kijavítsuk, vagy bűnhődünk.
Nincs más. De van a harmadik, hogy földobod a talpad. Semmi gond, akkor majd a következő életedbe fogsz bűnődni. El kellene ezeken gondolkodni, amit most hallottál tőle. De ez egy üzenet volt. Közvetítettem az üzenetet, jó? Ennyi. Vannak olyan emberek, akik kitalálnak kifogásokat. Na, adok én most nekik. Például az, hogy neki nincs ideje. Valakinek nincs ideje a tudásra? Akkor te hülye vagy erre, azt tudom mondani. Tudod, hányszor tanultam úgy életemben, hogy közben mondjuk autót vezettem? Vagy közben mondjuk fizikai munkát végeztem? Jó, szellemi munkánál nem feltétlenül tud közben az ember tanulni. Tudod mennyit? Hosszú-hosszú éveken keresztül, rendszeresen. Egyébként nem tudom, észrevetted-e, hogy az embernek arra van ideje, amire akar, hogy akarja, hogy ideje legyen. Nem? Nem érdekes? Tehát azt tudod, mit jelent? Az azt jelenti, hogy valakinek nincs ideje fejlődni, tanulni, fejlődni, akkor a számára nem fontos, vagy nem elég fontos. Semmi gond. Azért, mert nem tanulsz, ezáltal nem is tudsz fejlődni, úgy fogsz szívni, mint a boci. Semmi gond. A te életed, jó, maradjunk ennyibe. Akkor nézzük a másikat. Nincs pénze. Az ugyanolyan, mint az idő. Mindenkinek arra van pénze, amire akarja, hogy legyen. Megint ugyanaz a válasz. Nem fontos számodra, nem elég fontos számodra, hogy tanulj, fejlődj. Nem baj, szívni fogsz, mint a boci. Te fogsz szívni, én tanulok, fejlődök, és te nem. Ennyi. Oké? Nem sajnállak, egy picit se, ha szívni fogsz. Abból én már kinőttem, hogy sajnáljak embereket. Már rég. Mindenki a saját életének a kovácsa. Oké? A saját döntéseid alapján az életed olyan, amilyen. Minden, ami miatt olyan az életed most, amilyen, a döntéseid vittek oda. Maradjunk ennyibe. Ha tetszik neked, ha nem. Oké? Úgyhogy nem érdekelnek a kifogásaid. Oké? Vagy jössz tanulni, vagy szívni fogsz, mint a boci. Vagy megtanulod az etikus életet, és lehetőleg minél több embernek átadod, vagy szívni fogsz, mint a boci. Van választásod. Megint lehet rossz döntéseket hozni. Nyugodtan, de lehet jót is. Oké? Bocsi, hogy nem simogatom a lelkedet. Szóval, itt van egy szervezet, egy közösség, a bolygón egyedülállóan, amely például összefogja a fényküldötteket. Kik a fényküldöttek? Vannak jelentkezők, látom, de nem így kérdeztem, hanem ugye azok a személyek, akikben van egy olyan érzés, hogy segíteni kellene az embereknek, így vagy úgy vagy amúgy.
És akkor nézzük meg, jó? Itt a fényküldött kérdést. Itt van. Fényküldöttek azok, akik születésük előtt, tehát leszületésük előtt, mielőtt megfogant volna a szülei által, önként vállalták, hogy segítenek a bolygó lakóinak kigyógyulni a félelemből. Az emberiségnek a legnagyobb problémája a félelem. Oké? Az embereket alapvetően nem a célok motiválják, hanem a félelmeik. Maradjunk ennyibe. Ha a céljaik motiválnák, akkor nem itt tartana az emberiség. A félelmeik motiválják az embereket. Önként vállalták, hogy segítenek a bolygó lakóinak kigyógyulni a félelemből és annak következményeiből. Nehogy ma azt mondja valaki, hogy a félelemnek pozitív következménye van. Minden fényküldött, tehát az a fényküldött, aki mielőtt leszületett, vállalta ezt. Egy isteni szent feladattal érkezett. Tehát azzal a feladattal, hogy megsegítsük az embereket. Érted? Ebből a reinkarnációs körforgásból kiemeljük őket. Céljuk a földi emberek gyógyítása és tanítása. A fényküldöttek egymásra találnak. Megérzik egymásban a tüzet, a lelkesedést, a segíteni akarást. A bolygó és azon élő minden élőlény testi, lelki gyógyítása iránti vágyat. Egyre inkább csoportot alkotnak, hogy egy ügyért cselekedjenek. Mindenki más és más egyéni részfeladat megvalósítására hivatott. Így a csoporton belül mindenki megtalálja maga helyét. Miért? Vajon miért van az, hogy mindenki más és más egyéni részfeladat? Hát mert másak a előéleteik, másak a képességeik. Egyik ember ezt tudja, a másik ember azt tudja. Érted? Más a tudásunk. Ezáltal nem lehet a részfeladat mindenkinek azonos. És ezáltal, ha van egy közösség, azon belül mindenki megtalálhatja saját maga helyét. De van egy ügy, az azt jelenti, hogy közös cél. Az egy ügy, az egy közös cél. Tehát egy ügyért együtt cselekednek, egy közös célért együtt cselekednek. Mi a közös célunk? Tehát a távoli közös cél, tehát a fő cél, mi a fő cél? Hogy visszakerülhessenek az emberek abba a létformába, amiből jöttek. Tehát egy magasabb létformából jöttünk, isteni létformából jöttünk, visszatérjünk egy isteni létformába. Oké? Tehát visszatérhessünk. Inkább úgy mondom. Ez a közös cél. De ennek vannak lépései. Nem lehet úgy fejlődni, ott volt a hét lelki szint, nem lehet a hetedik lelki szintre feljutni úgy, hogyha olyan emberek vesznek körül, akik nem fejlődnek vele. Akik lehúznak. Oké? Vagy megpróbálnak lent tartani. Nem lehet. Ezek azok, akik lehúznak, megpróbálnak lent tartani őket, úgy hívjuk, hogy elnyomók. Antiszociális személy. Ide tartoznak a pszichopaták, ide tartoznak a szociopaták. Oké? Tehát ők
A bolygó 20%-a. Minden ötödik ember. Oké? Kisebb-nagyobb mértékben elnyomott. A minden ötödikből minden ötödik a veszélyesen elnyomó. Az emberek számára veszélyesen elnyomó. Amíg ők aktívan cselekednek, már pedig ha megnézed, a hatalom jó részében ők vesznek részt. Tehát akkor, ezt én 90-es években tanultam, hogy akkor lesz nagy baj, hogyha hatalmi pozíciókat elsősorban ők töltik be. És most ez már így van. Honnan tudni, hogy ez így van? Megkérdezném, ki követte ezt a választást? Mi pont külföldön voltunk. Követte valaki? Nem néztem utána olyan nagyon. És meg szeretném kérdezni, hogy európai szinten kik győztek? A háború pártiak vagy a háború ellenesek? Háború ellenesek. Ne azt nézzük, hogy most, mit tudom én, Magyarországon kigyőzött, hanem azt nézzük, hogy Európában a többség, tehát akik többségbe kerültek a hatalomban, az Európai Parlamentben, azok háborúpártiak vagy háború ellenesek? Szerintem a háborúpártiak vannak többségbe, tuti. Tuti. Mert ha nem a háborúpártiak lennének többségbe, akkor nem támogatnák már a Ukrajnát. Világos voltam? Ha háborúpártiak, akkor nyilván továbbra kell támogatni az ukrán háborút. Nyilvánvaló, hogy az, mert azóta az oroszok ellen hoztak új szankciókat. Tehát nyilvánvaló, hogy háborúpártiakról van szó. Tehát, ami azt jelenti, hogy a háborúpártiak nyerték a többségében a választást. Na most azért megkérdezném. Szerinted a háborúpártiak azok szociális emberek vagy antiszociális emberek? Egyértelmű, hogy antiszociálisak. Akkor megkérdezném tőletek, hogy szerintetek akkor vajon a hatalomban ott vannak az antiszociális személyek zömében? Sajnos ott. És ezt 90-es években már mondták, hogy akkor lesz nagy baj. Hogyha a hatalomban jó részt, javarészt antiszociális személyek lesznek. Magyarul elnyomók lesznek. És azok, akik háborúpártiak, azok mind elnyomók. Maradjunk ennyibe. Oké? Okay? Jó? Na, akkor nézzük tovább. A fény küldött. Tehát ne gondoljon senki szektársodásra. Szó sincs erről. Ha egy fényküldött csoportnak a munkájában valaki részt akar venni, azt kizárólag saját akaratából teszi. Kényszer nélkül, örömmel teszi. A szektába behúzzák az embereket, érted? Kényszert alkalmaznak. Oké, most ez lelki kényszer, vagy fizikai kényszer, az most részletkérdés. Visszatérve még ide egy gondolat erejéig, hogy ugye a közös ügy, el kell érni azt, hogy legyen a jövőben szeretetkor. Az azt jelenti, hogy a béke, szeretet korszaka. Mert ahhoz, hogy az emberek olyan szinten tudjanak fejlődni, ahhoz
olyan környezet kell, ahol nem nagyon kapnak elnyomást, vagy nem kapnak elnyomást, érted? Tehát most az a különbség a szociális ember és az antiszociális ember között, hogy a szociális is elnyomoskodik, de csak akkor, hogyha antiszociális hatás éri. Érted? Illetve valami emlékezteti egy antiszociális hatásra. Az antiszociális pedig akkor antiszociáliskodik mindig, amikor kedve támad. Amikor azt érzi, hogy mondjuk a másik többre viszi. Ha nehogy már többre vigye, ha majd kicsinálom én, hogy ne vigye többre. Érted? Tehát az antiszociálisnak van egy tévképzete az emberekkel. Az antiszociálisnak az emberek az ellenségük. A barátja az nem szívbarát, hanem az érdekbarátjai vannak az antiszociálisoknak. Érted? Tehát ami azt jelenti, hogy érdekből barátkozik emberekkel. És amikor már nincs szüksége arra az érdekbarátságra, akkor simán dobja. Dolgoztam sajnos ilyen emberrel, mindenkivel, akivel előttem is dolgozott, meg utánam is, meg velem is, barátként kezeltük. És utána mindnyájunkat feljelentett. Mindnyájunkat bírósági tárgyaláson végeztük vele szembe. Érted? Mindenkit. Tehát egy rokonomon keresztül ismertem meg, ugyanúgy a rokonomat is bíróságra citálta. Érted? Engem azért citált bíróságra, mert állítólag azt mondta, hogy nem fizettem neki annyit, mint amennyit ő akart volna. Ezt a bíróság természetesen nem ítélte meg. De mondom, mindenkivel utána, amikor már megszűnt a barátság, megszűnt az érdek barátsága, akkor utána mindenkit támadott. Kivétel nélkül. Na, ezek az antiszociális személy. Oké? Okay? És addig van barátság, érdekbarátsága, míg érdeke fűződik ahhoz a barátsághoz. Tehát akár anyagi érdeke fűződik ahhoz a barátsághoz. Érted? No, szóval, az emberiség most egy olyan korszakot éli, a ilyen leszálló ágban van. Ennek a leszálló ágnak két vége lehet. Vagy szeretetkor, más néven aranykor, ahol szeretet, béke, boldogság van, vagy pusztulás. És a mai állás szerint az utolsó határidő 2035. Oké? Okay? Ami nem olyan soká lesz, ha jobban megnézzük, mindössze 11 év. Tehát nincs időnk. Nem jöttél rá, hogy nincs időnk? Tehát ahhoz, hogy valaki mondjuk már ne tanuló legyen, hanem olyan tanuló, amelyik tanít is, mert én is olyan tanuló vagyok, aki tanít is. Én abból eljöttem, hogy tanítok, többet tanulok, mint te, aki tanulsz. Szóval, hogy ne csak tanuló legyen az ember, hanem már átadja embereknek a tudását, és ezt jól csinálja, az kell 9 év. 9 év. Most gondold végig, van 11 évünk. Lassan a 9 évből is lecsorog bizonyos időszak. Ami azt jelenti, hogy
el kellene gondolkodni azon, hogy melyik a jobb szerep. Az ember tanítva tanul, tehát hogy tanít is, meg tanul is, vagy csak tanul. Én voltam csak tanuló, nekem jobban tetszik a tanítva tanulás. Sokkal. Még szerencsés a helyzet, mert még van másfél évünk. Hanem kettő, másfél. Mert megyünk, ugye már a második fél évben vagyunk 2024-ben. Jó, tehát ki kellene választani magadat. És jön ez a korszak, hogy aranykor, és ott ugye elvileg nem lesznek elnyomók. Hát erre csak annyit szeretnék mondani, hogy a születésed a teremtőtől függ, és a halálod is a teremtőtől függ, ha csak nem leszel öngyilkos. Vagy ha csak nem leszel önpusztító. Jó? Mert nem csak öngyilkosnak lehet lenni, hanem önpusztítónak is. És azért el kellene gondolkodni az önpusztításon. Hogy az is öngyilkosság. Csak az nem direkt, hanem indirekt öngyilkosság. Jó? El kellene gondolkodni. Na most a gyilkosság, tök mindegy, hogy öngyilkosság, magadat ölöd meg, vagy mást ölöd meg, az a legfőbb bűn. És akkor el kellene gondolkodni azon, hogy vajon aki önpusztítással meghal, annak milyen következő élete lesz. Mert ugye gyakorlatilag az önpusztítással tudatosan gyilkolja magát. Tehát senki nem mondhatja azt, hogy az önpusztítással nem tudatosan gyilkolja magát. Oké? Okay? Tessenek ezen egy kicsit elgondolkodni, akik végeznek valamilyen önpusztítást, jó? Mert sokan csinálja. Jó? No szóval, tehát lényeg az, hogy olyan dolgokat tudsz itt tanulni, bár te lehet, hogy ugye vagy durranva magadtól, hogy te milyen okos vagy. Ha olyan okos vagy, akkor meg szeretném kérdezni, hogy hány fős csapatod van. Jó, akik rendszeresen ugyanazok a személyek részt vesznek a képzésedben. Csak azért, mert Magyarországon ebbe én piacvezető vagyok. Majom, te az vagy-e? Nem a PPA-sokat kérdezem. Jó? Hanem azokat a személyeket, akik el vannak durranva maguktól, hogy ők milyen spirituálisak, és hány embert képeznek. Jó? És akkor nem kellene elgondolkozni azon, hogy össze kellene fogni? Mi gyűjtő helye vagyunk a spirituális embereknek. Mondj még egy szervezetet a bolygón, amely gyűjtő helye a spirituális embereknek. Mondj még egyet. Nem fogsz találni. A vallásosok nem spirituálisak. Maradjunk ennyiben. Jó? Ők hívők. Az a különbség. Jó? Tehát mindenki, ha te spirituális vagy, meg tudod találni a helyedet. Itt állunk. És be tudod teljesíteni a küldetésedet. Mert nem kapsz máshol a saját tevékenységedbe olyan lehetőséget, hogy akkora csapatod legyen, mint ami itt lehet. Világos? Tehát itt a szervezeten belül neked nagyobb csapatod lehet, mint bárhol, ahol spirituális tevékenységet folytatsz. Maradjunk ennyiben. Oké? Hál' Istennek, erre volt elég időm kidolgozni. És tevékenykedni benne, hogy ez eredményesen működjön.
Neked meg már nincs időd erre. Nézzük tovább. Tehát ugye arról beszéltem, hogy itt ne szektársodásra gondolj. Szó sincs erről. Ha egy fényküldött csoport munkájában valaki részt akar venni, az kizárólag saját akaratából, kényszer nélkül és örömmel teszi. Az élet minden terén igaz, hogy csak az összefogásnak van eredménye. És akkor jönnek hozzám emberek, képzeljétek el, nonsense, hogy én csatlakozzak bárhova. Én vagyok a legnagyobb, de én csatlakozzak egy kisebbhez. Érted? Hogy gondolják ezt komolyan? Jó? Tehát ami azt jelenti, hogy ugye a PPH-s csapatnak én vagyok a vezetője, a PPH-s csapat a legnagyobb ilyen szervezet. És akkor jönnek ide hozzám, hogy majd én csatlakozzak. És ők is az eltitkolt tanítják? Dehogy tanítják az eltitkolt tudást. Szó sincs róla. Tehát a Földünket és az emberi civilizációt is csak az összefogás mentheti meg. Ezért szükségszerű a fényküldöttek egymásra találása és közös munkálkodása. A jövőért, a felemelkedésért. Jó. Ennyi volt a fényküldötti rész. Jó? Tehát, ha úgy látod, hogy szeretnél tenni ezért a bolygóért és a bolygón lévő élőlényekért, beleértve természetesen az embert is, akkor itt van a legjobb hely, amit találsz a bolygón. Várunk szeretettel. Ha úgy látod, hogy te ebből ki akarsz maradni, akkor csak annyit tudok mondani, hogy sajnálni tudlak. Jó, bár azt mondtam, hogy nem sajnálom az embereket. Úgyhogy megkérek valakit, hogy sajnáljon, jó? Köszönöm szépen a figyelmeteket, de figyelj arra, hogy keress egy PPH-st, és csatlakozz, jó? És várunk szeretettel közén, de érdemesnek tartanám még azt is, hogy ha aggályaid vannak a képzésekkel kapcsolatban, amit tartunk, ez nem képzés, ez csak információ. A képzések ezután vannak, az információs átadás után, a szünet után természetesen. Tehát ott vannak a képzések. Ha aggályaid lennének a képzésekkel, amit ugye coach képzések. A coach azt jelenti, hogy ember is életjobbító. Ha aggályaid vannak, akkor avval az illetővel nézd meg egy képzés részletet. Egy képzést. Jó? Csak vele. Ma nem magadba. Vele nézheted meg. Jó? És ha továbbra is aggályod vannak, akkor Isten áldjon téged. Jó, ennyit tudok mondani. Visszaadom a szót a házi asszonyunknak. Köszönöm szépen a figyelmeteket. Szeretlek benneteket. Sziasztok! Hát, nagyon szépen köszönjük ezt az előadást. Ebben megint minden benne volt. Rendkívül érdekes volt ez a rész. Tényleg nagyon régen beszéltél ilyen dolgokról, és igen, kell az embereket még ébreszteni, hát ha lehet. Én az életem egyik legjobb döntésének, sőt, legjobb döntésének tartom, hogy csatlakoztam a PPH-hoz. Én, akik kitartóan itt tanulnak, én jövő héten kezdem a 9. évemet, akik kitartóan itt tanulnak, mindenki arról számol be, hogy jelentősen jobbá vált az élete. Ezt én is el tudom mondani. Szinte minden területet, tehát ha egy területet nem tudunk jól működtetni, akkor a többit
sem lehet, mert az egy nagy akadály. Én azt javaslom neked is, hogy ne halogass, nem véletlen a jelek, tehát a PPH-sal, a PPH-s reklámmal találkozol, vagy előadással. Akkor kezd el a Nyílt Akadémiánál a tanulást, és szerintem te sem fogod megbánni. Minden szerdán és vasárnap este átlagosan 30 óra képzésünk van. Havi 200 ezer forint értékben kapsz mindennapokban használható ember- és életjobbító képzést, de most akciósan csak 19.700 forint, sőt a második hónaptól csak 12.500 forint. És még ingyen kapsz egy szabad életet eredményező jövedelem, szabad életet eredményező jövedelemszerző lehetőséget is. Ha megteheted, próbáld ki 3 hónapra, ez a tudás még 3 hónapra is csak 44.700 forint, amennyiben szimpatikusnak tűnt számodra ajánlatunk. Személyes részvételed esetén most az egyszer betekinthetsz a szünet után következő coachképzésünkbe. Ha szeretnél részt venni, várunk szeretettel, ha úgy látod, hogy nem érdekel az ajánlatunk, örülünk, hogy részvételeddel megtiszteltél minket, és akkor elköszönünk tőled. Most pedig 30 perc szünet következik.